örök nyugalomra helyezték Kuruc Jánost, a város díszpolgárát. Átadták a jótékonysági bábevételéből vásárolt eszközöket a Somsály óvodában. Játékos ásatáson vettek részt, és a múzeummal ismerkedtek a gyerekek. Ózdi Krónika. A stúdióban Bukovinszky Zsolt. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Örök nyugalomra helyezték ma Kuruc Jánost, aki életének 85. évében hunyt el. Ózdváros egy hónapja megválasztott díszpolgárát, családtagok mellett barátok, ismerősök kísérték utolsó útjára. A gyári temetőben emlékeztek meg munkásságáról, szeretetreméltó alakjáról. Kuruc Jánost a város saját halottjának tekinti, végső pihenőre családi sírba helyezték. Megtelt a gyári temető kápolnája gyászoló rokonokkal, ismerősökkel. Kuruc Jánost, Ózdváros díszpolgárát kísérték ma utolsó útjára, aki életének 85. évében hunyt el. 40 éves munkaviszonya alatt több pozícióban is dolgozott, de szinte kivétel nélkül emberi sorsokat alakító tevékenységeket valósított meg. Ismertsége igen széles körű volt, személyiségét rendkívüli közvetlenség jellemezte. Sokan szerették, becsülték őt. A szertartást a görög katolikus szokásoknak megfelelően Bodnár Dániel parókus vezette le. A döntünk eltöltözött most ravatalon nyugvó járó szolgálnak boldog nyugal, vagy készítsnek örök emléket. Ahogyan az ismerősei hívták, Jancsi bácsi életútjával, elismerésre méltó szakmai tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett, melyet több állami, megyei és helyi kitüntetéssel ismertek el. Életének 85. évében, augusztus 17-én vehette át a város iránti elkötelezettsége, aktív társadalmi közéleti tevékenysége elismeréseként az Ózdváros díszpolgára kitüntető címet. Publikációs tevékenysége során számos tanulmányt írt és jelentetett meg, amely talán párhuzamban állhat János evangélista feladataival. Igen, Isten által kiválasztott ember volt János evangélista, akinek az volt a feladata, hogy egy kor, egy időszak nyomait papírra vesse. És talán rögtön láthatjuk János testvérünk életében a párhuzamot, hiszen talán ő is Isten által kiválasztott ember volt, aki ugyanúgy az ő védőszentje, az evangélista, ő is feladatot kapott. Feladatot kapott, amelyet önként és örömmel vállalt, a maga alaposságával, a maga műveltségével, a maga tájékozottságával, hogy ennek a városnak, az életének lenyomatait készítse el. A szertartást követően Kuruc János hamvait a gyári temetőben lévő családi sírba temették. A sírboltra a megjelentek elhelyezték az emlékezés és a búcsúzás virágait. Átadták a jótékonysági bál bevételéből vásárolt eszközöket a Somsály óvodában. Július 1-én második alkalommal rendeztek a 2021-ben elhunyt Acsai László tiszteletére bált. Az acsai házaspár mindig is nagy odaadással és önzetlenül támogatta az intézményt. Ezt a hagyományt folytatja Acsai Szűcs Gabriella. Az idei mulatságon mintegy 320 ezer forint gyűlt össze, amelyből okos televíziót, beltéri és kültéri fejlesztő játékokat, segédeszközöket, valamint egy szabad és zárt térben egyaránt használható csúszdát vásároltak a kicsiknek. Sorban állnak a gyerekek a csúszda előtt a Somsály óvoda udvarán. Ez az egyike azon ajándékoknak, melyeket Acsai Szűcs Gabriella jóvoltából vehettek birtokba az apróságok. A szintén Somsályon élő hölgy férjével, a néhai Acsai Lászlóval évek óta szívén viseli az intézmény kis nebulóinak sorsát, és folyamatosan segíti az ott dolgozók munkáját is különféle adományokkal. A nyáron tartott jótékonysági rendezvény is ezt hivatott támogatni. A résztvevőknek köszönhetően idén több mint 320 ezer forintból segíthették szebbé tenni az óvisok mindennapjait.
Én nagyon bízom benne, hogy ezt a hagyományt fogjuk tudni folytatni, és nekem nagyon fontos ez a párom emléke miatt is, illetve azért is, mert tudom, hogy ezek a kisgyerekek itt mindent szívből jövő örömmel fogadnak, és mindennek nagyon örülnek, illetve az itt dolgozó óvónők is mindent megtesznek azért, hogy nekik minden jó legyen, és minél több mindent kapjanak meg, ami esetleg ebbe az óvodába alapból nincsen meg, mert ugye ez egy hátrányosabb helyzetű óvoda, valljuk be őszintén. Egy okos televízió is felkerült a falra a csoportszobában, és új székeket is sikerült beszerezni. Az apróságok mellett az intézmény munkatársai is nagyon hálásak a folyamatos segítségért, legyen szó akár Mikulásról, Farsangról, vagy az évzáró ballagásról. Így ugyanis lehetőséget kapnak arra, hogy minél több és korszerűbb eszközzel segíthessék a kicsik fejlődését, oktatását és nevelését. Továbbá ajándékokkal tudják szebbé varázsolni a jeles alkalmakat. Boldogan vették át a somsályi óvodások a sok szép új ajándékot, amit Acsai Szűcs Gabriellától kaptak a támogatói bálon befolyt összegből. Sok mindent kaptak ebben az évben is. Ki szeretném emelni egy olyan IKT eszközt, ami egy okos televízió, kültéri nagy csúszdákat és játékeszközöket, beltéri fejlesztő játékokat, eszközöket kaptak még a gyerekek, és otthonra is kaptak édességet, fejlesztő füzeteket, taneszközöket, tisztálkodási szereket. A támogatás pedig tovább folytatódik, hiszen jövő hét pénteken Acsai Szűcs Gabriella ismertsége jóvoltából, valamint az önkormányzat támogatásával Miskolcra egy cirkuszi előadásra juthatnak el a nagycsoportos gyerekek, ami remélhetően maradandó élményt fog nyújtani számukra. Hogyan lesz a leletből kiállítás? Egy komplex programot szerveztek a kérdés köré az OMÉK OSZDÉ Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Munkatársai. A Vasvárúti Általános Iskola diákjai egy játékos ásatáson vettek részt, majd múzeum túra és filmvetítés várta őket. A fiatalok nagyon élvezték, hogy interaktívan ismerhették meg a régészek munkáját. Libasorban sétált ez az osztály Darvainé Vince tíme a múzeum pedagógus vezetésével. A skanzen területére igyekeztek. Itt várta őket a régész homokozó, amelyben tárgyak voltak elrejtve. Spaklit és ecsetet kaptak, ezek segítségével kezdtek kutatni. Szinte azonnal meglettek az első tárgyak. Az ásatás előtt részt vettek egy elméleti oktatáson. Ezen tanulták meg a feltárás menetét, a régész feladatát, és azt is, hogy jut ki olyan terepre, ahol biztosan talál valamit. Felkészülnek a gyerekek alaposan, megbeszéljük, hogy mi a feltárás folyamata, hogyan kell a lelettel bánni, milyen eszközöket használ a régész, és hogy azért voltak éppen ez komoly fizikai munkával is jár, mert terepen bizony a lapátot is sűrűn kell forgatni, és a furikot is tolni kell ahhoz, hogy ugye haladjon a feltárás. Egy koponya bukkant elő a föld alól, később a bordái, a lábai és a kezei is látszottak. Egyre több tárgy került a felszínre. Pénzérme, edény, állati csontok és fémeszközök jelentek meg a gyerekek kezei között. Óvatos mozdulatokkal seperték le róluk a homokot. Azt tanulták, vigyázni kellene, hogy kárt tegyenek az ősi tárgyakban. Ezek persze csak másolatok, de így is izgalmas volt számukra. A diákok között volt, aki régész szeretne lenni. Bence több felfedezést is tett az ősember kilétéről. A többiek kiástak egy csontvázat, én meg a egyik barátom találtunk láncokat, amiből azt következtethettük, hogy egy rab volt, de utána találtunk állati csontokat, azaz lehetséges, hogy ő egy vadász volt, meg sok fegyver darabkát is találtunk. Például egyik osztálytársam talált egy fadarabot, ami lehetséges, hogy a fegyver egyik darabja. A feltárás után visszamentek a múzeumba. Itt az eddigi ismeretekre és tapasztalatokra építve megnézték a régészeti tárlatot. Ózdon és környékén is számos telephely működött. Ezekkel és az ott feltárt muzeális darabokkal ismerkedtek meg.
Légzés- és beszédfejlesztő kommunikációs műhelyfoglalkozást tartott dr. Széman Erózsa beszédtechnika tanár az Olvasóban. A szakember küldetése, hogy segítsen eligazodni a szép beszéd és helyes írás világában. A programon résztvevők kiemelt figyelmet fordítottak a megfelelő artikulációra, de számos a levegő beosztásával kapcsolatos hasznos tanáccsal is gazdagodtak. Beszédünk, írásunk árulkodik rólunk, elmondja, milyen személyiségek vagyunk, milyen a stílusunk, nyitottak vagyunk-e, vagy sem, esetleg szorongunk-e. Már az első megszólaláskor megítélnek bennünket, és nem mindegy, hogy milyen kép alakul ki rólunk. És utána 5 másodperc alatt kell kifújni. Az Olvasó Adorján Lajos termében ehhez a témához kapcsolódóan tartott műhelyfoglalkozást dr. Széman Erózsa beszédtechnika tanár, a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi 200-as emlékévének keretében. A szakember igen otthonosan mozog a kommunikációban. Több mint 20 évvel foglalkozik ezzel, szenvedélye a tiszta, érthető, mindig az alkalomnak megfelelő beszéd. Véleménye szerint a helyes légzés kialakítása a legfontosabb, mert az az alapja mindennek. Az első, amit tudok tanácsolni, az az, hogy most már mindenkinek van okostelefonja, és azt gyakorolni, hogy a saját okostelefonnal felvenni, visszahallgatni, visszanézni. Mert ugye ez is nagyon nagy probléma, amikor lehet, hogy lenne bátorságunk kilépni, vagy megszólalni akár rádióban, de amikor visszahalljuk a hangunkat, visszalátjuk magunkat, akkor úgy érezzük, hogy jaj, én soha többet, és ezt meg kell szokni. És nyilván, hogyha az ember visszahallgatja, visszanézi magát, akkor azt is látni tudja, hallani tudja, hogy hol van esetleg korrekcióra szükség. Nem kell nagyon erősen meglökni. A mintegy 90 perces foglalkozás egy bizalomjátékkal kezdődött, amikor valaki a kör közepére áll, erősen megfeszítve testét, a többiek pedig mintegy ingát jobbra-balra lögdösik. Az alanynak pedig hinnie kell benne, hogy senki nem lép ki a körből és megtartják őt. A tréningre a városból már jól ismert arcok is ellátogattak. Hiszünk abban, hogy gyakorlatilag kommunikáció mindennek az alapja. Kommunikáció az aláfölé rendeltségenél sem zárható ki, de megfelelő módon kell kommunikálnunk az ügyfeleinkkel, főleg káreseteknél a károsultakkal, de hát gyakorlatilag a toborzási munkának is egy nagyon-nagyon fontos szegmense a helyes kommunikáció, vagy az az adekvát kommunikáció, ami generációk közt, vagy ugye a célszemélyek esetében meg kell, hogy fogalmazódjon, vagy használjuk. Minden embernek szüksége van arra, hogy tisztában legyen saját képességeivel, amikor beszél, mi az, ami javítani lehet. Hogyan lehet egy levegővel minél érthetőbben kifejezni magunkat. Fábián Dobos Eszter azt mondja, hogy ezek a szakmai programok nagyon jók arra, hogy a különböző területeken dolgozó emberek még jobban összehangolják munkájukat. A légzésgyakorlatok úgy gondolom, hogy a mindennapok során is fontosak, ha elrugaszkodunk a kommunikációtól akkor is, hiszen az, hogy valaki szépen érthetően beszél, nagyban függ a levegővételtől és a légzéstől is. Ezt korábban még nekünk általános iskolában egyébként tanították, és én valami ahhoz hasonló élményt várok ettől a naptól, amikor egy aha érzésem lesz, hogy jaj, így is lehet, és könnyebb, és nem fullad úgy ki az ember, ha egy hosszú mondatba kezd bele, meg kíváncsi vagyok, hogy milyen új dolgok vannak még, amivel ki lehet egészíteni a beszédkészségünket. Biztosan mindenki került már olyan helyzetbe, hogy izzad a tenyere, gyomorgörcse van, egy nyilvános szereplés, vagy például vizsga előtt. A szakember abban is segítséget nyújt, hogy ilyen esetben hogyan kezelhetjük lámpalázunkat. Ahhoz, hogy elsajátíthassuk ezt a tudást, a legfontosabbak mi magunk vagyunk. A jó hír, hogy a hangzó és írott kommunikációs készség fejleszthető. Egy folyóirat és 3 könyv bemutatójára várják az érdeklődőket holnap az Ózdi Városi Könyvtár munkatársai. Elsőként a Magyar Múzsával a világ körül című folyóirattal ismerkedhetnek meg, majd Magyari Hunor Sarman kalandjai, valamint Lengyel János Egy nap Velencében és az Elgyötört élet című könyvei kerülnek előtérbe. Az eseményen közreműködik Kacler Hilda, jelen lesz a Magyar Múzsa szerkesztője, költő újságíró Marjai László és Lengyel János újságíró történész is. A program csütörtökön délután 4:30 kezdődik. Országos bajnok lett Pintér László. A Magyar Sportlövők Szövetsége rendezett országos bajnokságot a hétvégén Budapesten. A versenyt a Nemzeti Lőtéren tartották meg, ahol többek között lőttek nyílt és zárt irányzékkal, valamint 3 testhelyzetben is.
A sportlövő a 60 év felettiek korcsoportban nevezett, kitartó és fáradhatatlan gyakorlásának ismét meglett az eredménye, hiszen ő lett a standard puska legjobbja. Országos bajnokság volt megrendezve most Budapesten, és a nyílt, illetve a standard puska versenyszám 30 lövéses fekvőbe indultam, mint 60 év feletti, mert korcsoportom már most jóval meghaladtam a 60-at, és ebbe a kategóriába egy első, a standard puskában egy elsőt 273 köretséggel, nyílt irányzó kis puskában pedig egy harmadik helyezést osztam 251 köretséggel, lőszerhibával, edzés nélkül, szóval jó sikerült a verseny. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Örök nyugalomra helyezték ma Kuruc Jánost, aki életének 85. évében hunyt el. A gyári temetőben emlékeztek meg a díszpolgár munkásságáról, szeretetre méltó alakjáról. Átadták az Acsai László tiszteletére rendezett jótékonysági bál bevételéből vásárolt eszközöket a somsályi óvodásoknak. Okos televíziót és fejlesztő játékokat vettek a kicsiknek. Hogyan lesz a leletből kiállítás? Egy komplex programot szerveztek a kérdésköré az Ómék munkatársai. A diákok részt vettek egy játékos áshatáson is. Légzés és beszédfejlesztő kommunikációs foglalkozást tartott dr. Szémaner Rózsa, beszédtechnika tanár, a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi 200-as emlékévének keretében. Az időjárásról: csütörtökön helyenként már reggel előfordulhat gyenge eső, zápor. A csapadék mellett azonban több órás napsütésre is készülhetünk. Sokfelé megélénkül a déli-délkeleti szél. A hajnal ismét párás, ködös lesz, a minimumok 12-17 fok között alakulhatnak. A legmelegebb órákban pedig 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Quantum című tudományos magazinműsort ajánlom figyelmükbe, amely a helyi televíziók összefogásának köszönhetően készült el. Holnap ugyanebben az időpontban is lesz híradó, amelyben megmutatjuk a város legfontosabb történéseit. Addig is szép estét és jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!